te voltál a fény az éjszakában, úgy tűnt, hogy beálltál csereként, akkor jobb lett a csapat. Te hogy érted meg ezt az egész mérkőzést? Hát, hogy őszinte legyek, az első fél időnél nem volt nehezebb, azért jobban játszani a második fél időben sajnos, ezt kell, hogy mondjam. Igen, próbáltam lendületet vinni a játékba, támadó játékon segíteni. A gólnál sikerült, azért voltak még helyzeteink beadásból. Sajnos az egyenlítésre ez már nem volt elég. Milyen kis... volt megélni a kispadról ezt az első fél időt? Hát borzasztó. De mit láttál a kispadról, miért volt ilyen? Hát nyilván most kívülről könnyű beszélni, de talán az volt, hogy túl sok területet hagytunk nekik, nem tettük őket nyomás alá. Ott középen nagyon könnyen tudtak bontani, ugye abból is kaptuk a gólokat. Úgyhogy ebben mindenképp fejlődnék a következő meccsre. Ugye tudjuk, hogy Rossi mester nagyon érzelmes, most ugye a meccs után milyen hangulatban volt? Tehát inkább szigorú volt veletek, vagy utat kipróbált? Nyilván ez egy ilyen vereség után senki nem boldog. Nyilván tanulunk el a hibákból, attól függetlenül meg pozitívnak kell maradni. Nem ilyen kezdésre álmodtunk, de a következő meccsen szeretnénk javítani mindenképpen. 2-1 után úgy tűnt, hogy picit mint egy életleni fordulat állnak a meccsbe. Hát szerinted hogy érezted, mi volt ez a pici plusz, ami esetleg hiányzott ahhoz, hogy abból az 2-2 legyen? Talán a kapu előtti befejezések, az utolsó passzok, amik hiányoztak még ott. Aztán a végén ott már nagyon kinyíltunk, ott volt egy... akkor a Billy fölfelejelt a levegőbe, ma benne volt a végén sajnos, úgyhogy nem sikerült egyenlíteni. De még egyszer mondom, pozitívnak kell maradni, tanulni kell a hibákból, és megpróbálni javítani a következő meccsen. Örülsz, hogy a németek lesznek a következő ellenfél? És nem Skócia mondjuk? Ilyen volt a sorsolás, nem mi választottuk. Láttuk a németeket az előző meccsen, nehéz meccsre számítok, de tudunk tanulni a hibákból, és tényleg ami az elmúlt meccseken jellemző volt ránk, az az összetartás, az a küzdeni akarás. Nyilván taktikai részében is jobban oda kell figyelni, akkor szerintem egy jó eredményt fogunk tudni elérni. Látom, hogy megvisel a vereség, az így van jól, de ez inkább egy elszalasztott esély volt így, ahogy alakult a meccs, vagy azért vegyük tudomás, hogy a svájciak kifejezetten jó, segítségesek, okosak is. Nem kell becsapni magunkat, szerintem őszintének kell lenni, azért egy jó csapatról volt szó, jó játszottak. Egy fél időnyi előnyt adtunk nekik, ez elég is volt.